Azt hiszem, a német azt mondaná, hogy rédege vant, úgyhogy fantasztikus. Nem illik meghívni akkor egy előadót, hogyha akik előtte vannak, már legalább annyira jól birtokolják azt a területet, vagy még jobban. Nyilván egyébként az anatómia esetében is így van. Mindenesetre más megjegyzésem az lenne, hogy hát irigylésre méltó ez a fajta készlete az érveknek. Különös tekintettel akkor, hogy az ember mondjuk az mkug.hu-n utána néz, annak a két Pityaner rogvitának, ami a parlamentben az elmúlt két évben történt, egyszer a BTK kapcsán, módosítás kapcsán, másszor pedig egy esetleges albizottság felállítása kapcsán, akár nyelvi szempontból, akár pedig intellektuális nívó tekintve, igen, irigylésre méltó volt ez az angol parlament. És szöveg avval, hogy az angol parlamentben sokkal durvábbak egymással az emberek, de hát azért szeretjük. És akkor már csak egyet, annak ellenére, hogy tudjuk, hogy a illetékes korú budapesti fiataloknak mintegy fele már kipróbálta kábítószereket, láthatóan Bokros Lajos sokkal nagyobb függőséget tud okozni. Ez a téma jóval kevesebb embert mozgat meg, de mindenki így is nagy megtiszteltetés, hogy itt lehetek. Szóval röviden átmendegélnék egy-két képen, ami nem is olyan kevés, de hát jól el vagyunk csúszva, tűzriadó és egyéb okoknál fogva, és nekem félkor el kell mennem. Na hát ez egy érdekes dolog, és én még nem is látom. Ja igen. Az a helyzet, hogy Magyarországon már megtörtént ez a jogalkotási fázis, elfogadásra nem került, de benyújtásra került 2008-ban mind a hat akkori parlamenti párt előterjeszt, közös előterjesztésében a Cannabisról és a Cannabis Nemzeti Tanácsról szóló tervezet, amelyikben ugye ezeket az előterjesztési pontokat láthatjuk. Az Európai Unió jogrendszerébe kell, hogy ide tegyék, és hát az a lényege a dolognak, hogy a magyar cannabis sok szempontból védő, ipar, kereskedelem, piacvédő jogszabályát alkossa meg. Itt vannak az előterjesztők, többen már nincsenek a parlamentben, és a dolognak az a fontos kilépő pontja, hogy ennek az értelme az, vagy az, azt a szolgáltat látja ez az előterjesztés, hogy mind Magyarország, mind külföldön méltó jelképe lehessen hazánknak a magyar cannabis. A magyar cannabis minőségének folyamatos ellenőrzését kell biztosítani, és így tovább. Itt vannak a pontok végig, közöttük különösen is szép a Nemzeti Cannabis Stratégia programpontja, ezek után az egységes minősítés kérdése, és a végén az S és a T előterjesztési pontokra is felhívnám a figyelmet, megbízza az előterjesztő a cannabis érzékszervi bírálók elismert képzését, formában tartó tréning képzését végző személyt, intézményt, és a cannabis érzékszervi bírálók szakértői névsorát is össze kell állítani. Lehet, hogy egy vírus okozta ezt a problémát, a Windows kicserélte a pálinka szót a cannabisra, és éppen ezért ez egy létező, sőt el is fogadott előterjesztés, amelyik ugyanígy igaz. De hogy nehogy azt mondják, hogy demagóg vagyok, ezért elmondom, hogy nem igaz az össze, nem helyes az összehasonlítás, mert még a cannabis használatnak nincsen letális adagja, és közvetlen és nagymértékű népegészségi problémát nem okoz, addig az éves addikciós halálozásnak igen jelentős, kiszámítható részét a pálinka használat adja, tehát összehasonlítva súlyosabb és kártékonyabb termék parlamenti piacvédelméről döntött itt a parlament. Ebben együtt, evel együtt természetesen emberek életéről, életminőségéről is jutva. Kis magyar emberkép evel összefüggésben, egy magyar ember egy az az egy nap ihat fejenként és adómentesen ennyi pálinkát. Ezt nem fogadták, ezt rögtön kell mondanom, hogy de volt, komoly politikai gondolat volt, és komolyan felvetődött, hogy ezt kiterjesztődjék a pezsgő és a sör termelésre is. Tehát a sörbor és a harmadik pedig a pezsgő termelés, igen. Tehát, hogy ez lett volna az összkapacitás, amit egy ember egy nap adómentesen fogyaszthatna,
avval a különbséggel, hogy ennél a magyar ember többet is fogyaszthatna minden további nélkül, csak egy kicsit magasabb jövedéki adóval terhelt módon, bármennyit, ha túlélné esetleg ezt a mennyiséget. Az Alkotmánybíróság határozata számos alkalommal itt felhozott érvekhez kapcsolódott. A legfontosabb, ez a 2004-es híres alkotmánybírósági határozat, abból az évből indult ki, hogy az alkollal, a nikotinnal és a kávéval az európai kultúra megtanult együtt élni. Ez az év ugye számos alkalommal itt előkerült. És ez valóban így van, és hogy ezek következményi jelentőségen eltérnek az illegális szerek okozta következményektől, ebben igaza volt az Alkotmánybíróságnak, csak nem így gondolta, hogy leírta. Hát valóban megtanult együtt élni történetileg a magyar kultúra, de főleg halni tanult meg ezekkel a szerekkel, még nem is akármilyen nagy mértékben, és ez már tényleg nem a vicc kategóriája. Szóval tényleg a pszichoaktív szerek szociokulturális besorolásának két lehetősége adódik. Az egyik, amelyektől jellemzően félünk és rettegünk, de nem halunk meg beléjük. A másik, amelyektől nem félünk, de jellemzően szívesen belehalunk, adott esetben tömeges nagyságrendekben is. Én azzal az állítással jöttem ide, hogy ennél abszurdabb közpolitikai helyzet nem létezik a mai magyar társadalomban, mint ez, és ezt számos társadalomkutatóval, társadalomtudóssal már megbeszéltük, és tényleg nem lehet ahhoz hasonló abszurdumot találni, ahol egy adott társadalmi jelenségre vonatkozó társadalompolitika a tényleges valóságtól olyan mértékben elkülönülne, eltérne, mint ebben az esetben. Ez nagyon fontos dolog, ugye, hogy a pszichoaktív szerekről beszélünk, teljesen mindegy, hogy hogyan kategorizáljuk utána ezeket politikai, vagy ennek következtében jogi szempontból. A pszichoaktív szerek azok, az egy tudományosan, szakmailag leírható csoportja az anyagoknak. Mit csináltam, amiért én nem tudom. Ez már valószínűleg a lektorátus, vagy a cenzorátus. De mindesetre, hogy azok a kémiai anyagok, amelyek a szervezetbe kerülve a különböző funkciókat módosítanak az ember elsőbb a agyi működésében. És hát ezek közé nagyon sok minden tartozik, és ennek ugye van egy spektrum a használatnak, amelyik ugye a rekreációs, vagy éppen jótékony hatású használattól kezdődően elmegy egészen ugye a függő használatig. Ez egy ilyen sémája ennek a dolognak. Jól tudjuk, hogy nem létezik olyan pszichoaktív szer, aminek a használatához ne tudna függőség gyakorlatilag kialakulni. Főleg itt van egy teljes bábeli nyelvzavar ezen a területen, amelyet aztán a jog különösen is szépen visszatükröz. Rendkívül sokfajta halmaza van ezeknek a pszichoaktív szereknek, amelyek összességében egymást átfedik. Ugye a herbárium, a növényi pszichoaktív szereknek a legnagyobb része az nem kontroll alatt tartott szer, de mégis pszichoaktív. Vannak, amelyek teljes mértékben a legális területen vannak, amelyek kontroll alatt vannak. Ez egy fontos különbség, talán ez az egyetlen, nem is kritikám, csak észrevétem lenne, hogy nem legalizálásról szól a vita, hanem kontroll alá vonásról. Ugye amikor valamit illegális tartományba tartunk, akkor nem tudja az állam kontrollálni annak. Az évként előkerült egyébként. Így aztán nagyon érdekes módon, mit tudom én, a cannabis az ugye egyrészt herbárium, másik pszichoaktív szer, harmadrészt kábítószer minősítés. A kábítószer ez egy jogi minősítési forma, amelyik adott esetben nincsen közvetlen összefüggésben a pszichoaktív hatással, de összefüggésben a jogi szabályozással. Míg mondjuk a cigaretta, ugye három nagy fő toposz tekintetben itt is előkerült, az alkohol, a cigaretta és mondjuk az illegális kábítószerek. Ennek a halmaznak különböző pontjain jelennek meg, és ennek megfelelően különböző megítélésben részesülnek. Ugye a Science-ben megjelent híres nadféle cikk, amelyik egy meglehetősen komoly percepcióanalízis alapján készült vezető tudósok segítségével, közeműködésével, egyfajta besorolás különböző függőségi és egyéb
hatás és népegészségügyi kategóriák alapján, és az derül ki, hogy az itt kijelölt szerek, ezek ugye nem illegális tartományba tartoznak, miközben nagy részük egészen súlyos és közvetlen problémát okoz, adott esetben sokkal nagyobbat, mint az illegálisnak minősítettek. Itt ugyanígy egy másik kutatása ugyanennek a tudós csoportnak, amelyik a fő pszichoaktív szereknek az össz kockázati tényezőit hozza elénk. Sajnálom, hogy nem tudunk ezekről részletesen beszélni, nagyon izgalmas lenne ténylegesen belemenni ezekbe, mert félelmetes mögöttesek jönnek ki. De hát látjuk a elvonási tünet együttestől kezdve a tolerancián keresztül különböző egyéb szempontokat, és aztán alul az összegzése ennek az, hogy bizony a heroin és az alkohol gyakorlatilag egyformán erős, avval a különbséggel, hogy a heroin az illegális, ennek következtében nem ellenőrizhető a minősége, ami egy nagyon fontos dolog. Az én nagyapám egyébként a János Kórház rákutató laboratóriumnak igazgatójaként 78 éves korában halt meg morfinistaként. 78 éves koráig élt, opiátfüggőként, mert tiszta opiátot volt módjában fogyasztani, persze nem legálisan. A felnőtt alkoholfogyasztás 15 év felettiek, itt a dráma az, jaj, bocsánat, vissza, hogy Magyarország az utolsó helyen van, mármint hogy mennyiségben, minőségben, minden tekintetben, tehát az alkoholfogyasztás mintázata Magyarországon sok szempontból a legdrámaibb az összes Európai Uniós ország közül, azért, mert nem csak sokat iszunk, nem csak jellemzőleg égetett szeszes italokat fogyasztunk, hanem ezen belül a legnagyobb az aránya, egyébként az orosz arányt megközelítő, az illegál, tehát a nem kontrollált előállításnak, tehát a nem legális előállításnak. Ezt most egy kicsit még inkább, ezt az illegális előállítást legalizálta a kormány akkor, amikor már a hazai, az otthoni pálinkafőzés gyakorlatilag teljesen lehetővé tette. És itt egy-két nagyon gyorsan felmutatom, a piros mindig Magyarország, és végre elsők vagyunk, az a probléma, hogy ez éppen a szájüreg és garat, rossz indulatú daganat, mint egy fontos indikátor a súlyos alkoholfogyasztásnak, mégpedig nem is akármilyen mértékben nagyobb arányban, mint a többi európai ország. Egyébként csak Szlovákia képes távolról tartani velünk a versenyt, de messze, messze mi vagyunk mindenben a legjobbak, krónikus májbetegség és cirrózis. Persze ezek mind multifaktoriális, multikauzális ábrák, de azért nagyon együttesen nagyon fontos indikátorai az alkoholfogyasztás népegészségügyi problémáinak. Tudjuk, hogy a jelinek képlet, amelynek többek között ezek is indikátorai együttesen adja meg az alkohol terelését egy országnak. A teljes betegségi teher 8,9%-a pszichoaktív szerek fogyasztásának tudható be, mondja a World Health Report 2002-es jelentése, és ebből a dohányzás világméretekben 4,1, alkohol 4, és az illegális drogok pedig 0,8%-át adják ennek a terelésnek. De akkor miért nem foglalkozunk vele? Vagy ha foglalkozunk, akkor miért így foglalkozunk vele? Itt egy más, ez csak a vizualizációja, ez egy remek dolog, amit nem fogok tudni megmutatni, hiszen olyan picinke. Itt a daily mutatók, tehát ez a Disability Adjusted Life Years, amelyik azt mutatja, hogy a betegségben a morbiditás, mortalitás következtében együttesen elveszített életévek aránya hogyan alakul, és az derül ki ebből, hogy a fejlett világok, ebbe tartozunk még jelenleg Magyarországon mi is, vagy már mi is, kiemelkedően magasabb arányt képviselnek minden szempontból, mint a világ másik része, amelyik az utolsó ugye, kolumna lenne. Tehát, hogy Európában egyébként is a legnagyobb az addikciós terhelés, minden ellenkező íreszteléssel szemben, nem India, nem Goa, nem egyen, Magyarország, Hollandia, de hát mindenhol máshol is.
néhány mortalitási mutató Kanadából, 2002-ből, és azt látjuk, hogy minden számadat tekintetében nagyságrendi különbség van a legális addikciós toposzoknak a hátrányára, vagy nem is tudom, hogy hogy mondjam, és ezek azért mindig mögöttes drámákat mutatnak. Egyes pszichoszerek problémás fogyasztóinak száma, illetve aránya lesz a következő, azt hiszem, de ugye azért ezek a nagyságrendi különbségek, tehát akik problémás fogyasztók, gyakorlatilag a dohányzásnak nincsen rekreációs formája, illetve körülbelül a fele a dohányosoknak rekreációs típusan, de fele viszont nem az. Az alkohol esetében pedig mindenki alkohol használó, gondolom, a jelenlévők között is, legalábbis a prevalencia adatok alapján biztos tuti. Azoknak azért mondjuk ez mondjuk a 20%, de azért tudjuk, hogy Magyarországon 6-700 ezer, ez a bizonyos jelenlévők képlet alapján az alkohol függőknek az aránya, akik ugye megszorzandók a szenvedőkkel, akik együtt élnek ezekkel az emberekkel. És a kábítószer, tehát az illegálisnak minősített kábítószer használójának aránya, ehhez képest problémás használójának aránya jóval kisebb, az kb. 20 ezer fő. A pszichoaktív szer túladagolás arányai így adódnak. Most ezt én azért mutatom ezeket az ábrákat, mert bár az én életem úgy alakult, hogy ehhez tartozik, 35 éve én drogfüggőkkel foglalkozom, tehát én feléjük vagyok elkötelezett, de az nem lehet, hogy ezt ne lássuk, az nem lehet, hogy ezt a őrületes különbséget ne próbálja mondjuk a politikum világa megérteni és ebben valamit kezdeni. A kockázatok ezen bizonyos déri értéke, tehát ez a betegség terhelésnek a legjobb mutatója minden hátrányával vagy limitációjával együtt is, ez a legjobb mutatója, és azt látjuk ugye, hogy Magyarországon a férfiak között kiemelkedően a dohányzás és az alkohol az elsődleges betegség kockázat. A nők esetében a dohányzás, az alkohol az ő esetükben csak az ötödik, és az illegális drogok, a dohány füst ugye, mint passzív dohányzat, minden harmadik dohányzás áldozat passzív dohányzó. Ő maga nem tehet, csak elszenvedője ennek. És az illegális drogok a tizedik helyen jelennek meg. Összesen egyébként a illegális drogok direkt és indirekt halálozása a jelenlegi számadatok alapján nem éri el a 30-40-et. Darab. Nem tudom, az ember életet lehet-e darabban számolni, tehát egységben számadatként, míg ugyanez a másik két domén esetében több mint 30 ezer. Tehát ezerszeres a nagyságrend. Az adott szer problematikus használatának aránya, itt ez, amit mondtam, hogy adott mennyiségű kipróbálóból a fele az függő fogyasztó a cigaretta vagy dohány használók között, az alkohol esetében ez 20% körül adódik, és a drogok esetében ennél kevesebb, megint csak minden ellenkező híreszteléssel szemben. Na, de hát, hogy hogyan reagál erre például a drogpolitika, annak legalábbis egyik szegmense, a kínálat csökkentés, ez az egyik nagy terület, ugye a büntető igazságszolgáltatás területei. Azt látjuk, hogy a megelőzés különböző szintjein mi az, ami a systematic review-k alapján bizonyítottan, vagy alacsonyabb szintű evidenciák alapján valószínűsítetően működőképes beavatkozási forma. És látjuk, hogy a költséghatékony oszlopban azokat tüntetjük fel, amelyek bizonyítottan jól működnek, eredményt érnek el, adott esetben nagy eredményt érnek el, a másodikban, amelyikről nincsenek evidenciák, de kellő mennyiségű, alacsonyabb szintű evidenciára rendelkezésre, hogy elég jónak tűnik, és a valószínűleg vagy egyáltalán nem hatékony a harmadikban. Na vajon melyiket alkalmazzuk? Hát igen, ez a helyzet, hogy a harmadikat.
Tehát büntető igazságszolgáltatásról azt tudjuk, hogy semmilyen módon nem hat, nagy valószínűség semmilyen módon nem hat a társadalmi valóságra, rendkívül drágává teszi a beavatkozást, súlyosan problematikus az emberi jogok, szabadsági jogok szempontjából. Miért? Miért a cannabis fogyasztóval szemben indítjuk be a büntető igazságszolgáltatás teljes szigorát, miközben a tanáraink rendszeresen részegek? Vagy éppen velünk együtt isznak? Szóval, hogy ezek teljesen nonsens jelenségek. A legtöbb drogmegelőzési programról nincsen evidenciánk, hogy az bármilyen módon is hatna a valóságra. A széles körű bebörtönzés, ugye ez egy drámai következmény, és ez nem akármiről beszélünk. Magyarországon alig-alig kerül valaki börtönbe, de az Egyesült Államok több mint 2 millió börtön lakójából, ugye az Egyesült Államokban a legmagasabb, a fajlagos börtönnépesség aránya 100 000 lakosra 750 körüli, miközben Magyarországon ez 140, de abból a 750-ből több mint 400 kábítószerrel kapcsolatos bűncselekménye kerül börtönbüntetés alá. És akkor ott vannak a költséghatékony megoldások, amelyeket viszont évek óta nem tudunk működtetni Magyarországon, vagy amelyek rendkívül alacsonyan működnek. Éppen egy mai ma küldött valaki egy ilyen szép szöveget nekem, ez egy angol, ugye börtön igazgatók mondjuk szövetségének, a vezetőjének az ő mondása, hogy mi az ő véleménye, ő, aki közelről látja. Adott esetben Angliában 90%-a az adott börtön népességének droggal való visszaélés elkövetési magatartása miatt kerül be, és nagyon-nagyon konkrét problémát jelent a kábítószer használata a börtönökben. Éppen ezért fontosak ezek az alapmondatok, hogy az államnak nincs joga nagyobb ártalmakat okozni az ártalmakkal egyébként is élőknek, mint amekkorát ők maguknak okoznak. Például, hogyha egy kannabisz használó, rekreációs kannabisz használóval szemben elindítunk egy jogi eljárást, ez egészen biztosan nagyobb ártalmat fog neki okozni, mint amekkorát ő magának okozott. Azok esetében pedig teljesen fölösleges a büntető igazságszolgáltatás erejét használni, akik függők, ő rájuk egyébként sem hatna ez a szempont, vagy ez a beavatkozási forma. Tehát a kínálat csökkentés területén kizárólag olyan eszközöket használunk, amelyeknek hatékonyság, hatás és megfelelőség értékelése soha nem történt meg, habár miközben a személyes életviszonyokat súlyosan érinti. Ugye hát nem akármi történik adott esetben ilyenkor velünk. Éppen ezért olyan politikákra van szükség, amelyek mérik az egyes beavatkozásoknak a hatékonyságát. Ezek politikai beavatkozási formák, de ezeket mindent lehet mérni, és hogyha a mérések negatív eredményre jutnak, akkor a jó politikának kötelező ezen a lehető legrövidebb időn belül változtatni. Hadd mutassak egy ilyen ábrát, hogy mik a lefoglalás esélyei, tehát hogyha már abban hiszünk, hogy ezzel az eszközzel élvén alapvetően befolyásolni tudjuk a drogpiac kérdéseit, gyakorlatilag nem tudunk. Tehát hogyha az országba beérkező teljes kábítószer mennyiséget veszük 100-nak, akkor abból le tudunk foglalni körülbelül 6-7%-ot. Ha duplájára növeljük a rendőrség költségvetését etekétetve, akkor mindig 1-1%-ot tudunk ezen segíteni. Tehát mondjuk 6-ról 7-re megyünk, 7-ről 8-ra megyünk fel. És a lefoglalt domestikus, tehát a hazai piacra szolgáló kábítószer mennyisége még ennek az egyharmada. Tehát, hogy amit lefoglalunk, azokat általában úgynevezett ellenőrzött szállítás keretében történik, tehát több országon keresztül kísérik a szállítmányokat titkosszolgálati eszközökkel, és amikor úgy érzik, hogy most a kockázat már túl nagy lenne, hogy tovább engedjék, akkor egy adott országban lefoglalják. De ez nem jelenti azt, hogy abban az országban szállított, vagy oda célzott kábítószer mennyiséget foglalunk le. Tehát gyakorlatilag az utcai lefoglalás mértéke a zéróhoz közelít. Itt a Cseh Köztársaságban
egy korábban csináltak, nem olyan egyszerű a közköltségeket mérni, azok mindig el vannak rejtőzve a költségvetésbe, hogy mire fordít az állam forrásokat, és az derül ki, hogy ez, amit ott bemutatok, az, amit a proaktív eszközökre használt a Cseh Köztársaság 2001-ben. Azóta sokat változott, de Magyarországon ezek az arányok egy kicsit még ennél is rosszabbak. Tehát az ugye a megelőzés, vagy valami fajta olyan proaktív cselekedet, amellyel megpróbálunk a keresleti oldali, tehát a, hogy úgy mondjam, a kívánság oldali magatartásokon változtatni. Az arány például arra, hogy igen, 1:36-hoz az arány Kanadában, amelyik azért mégis egy eléggé fejlett ország, ennek az aránya, tehát a társadalmilag proaktív eszközök, illetve a büntető igazság szolgáltatásra fordított összegeknek az aránya. Na, ezek mind körülbelül ugyanezeket nyomják. Csináltunk egy közköltségszámítást Magyarországon, és ott is ez derül ki, hogy a büntető igazság szolgáltatása 8 milliárd forint, költségvetési ráfordítás jutott, még az egészségügyi szociális ágazat összességére, amiben minden benne van, arra mondjuk ennek az egy negyede. Ha fordítva lenne, akkor is kevés lenne. Ja igen, éppen ezért ugye mondjuk azt, hogy bocsánat, hogy a megelőzés meghatározása, amiről a politikus első helyen beszél és utolsó helyen ad rá pénzt. Tehát ugye tehát így lehet leginkább lefordítani. Ezek, valószínűleg ezek az arányok még inkább romlanak. Mindig, amikor szigorodik a BTK, akkor szükségszerűen ebbe az irányba megy el a közköltség. Avval a különbséggel, hogy amikor én még 2004-ig ezt a területet felügyelhettem kormányzati szinten, akkor az akkori költségvetésünknek ma a 7%-a áll rendelkezésre, 7 darab százaléka, tehát 93%-kal csökkent a kábítószerügyre fordított pénzeknek az aránya. Tehát az alkoholnak van egy mitikus szerepe, egy mágikus szerepe a magyar köztudatban. Nem csak egyszerűen támogatott, hanem hogy a népi önmeghatározás, ritualizált világának egy ilyen nagyon fontos része, a magyar narratíva részévé válik, éppen mostanában ünnepelhetjük meg, hogy a hungarikumok közé a törköly pálinka be fog kerülni, mint egy feltétlen védendő magyar érték. Éppen ezért itt egy másik előterjesztés, amely szintén fék, szóval szintén fék. Egyszerűen ez a most érvényes BTK szabályozása, amennyiben a kábítószert az alkoholra kicseréljük. Nézzünk rá, mit jelentene akkor a mai magyar valóságban a dílerek esetében, akik ugye nem mások, mint a terjesztők, a ABC-k, a nem tudom micsodák, az összes bolt, amelyik körülöttünk van, ők ugye csak jelentős mennyiségre tudják ezt elkövetni, hiszen óriási mennyiség alkoholt árusítanak, szemben a kis Pitiáner keleti pályaudvaros drogdílerekkel. Szóval akkor hogy néz neki ez a szabályozás? Ez pedig a szép kép, amelyik, amikor a büntetőtörvénykönyv módosításának vitája volt a kábítószerrel a visszaélés tényállással kapcsolatban, akkor egyetlen egy darab ember volt bent minden egyes párt részéről. Ez így működik. Hölgyeim és uraim, egyszerűen congratulazione, szóval tényleg. Az össze nem rendezett addikciós politika biztos, hogy ártalmas. Biztos, hogy ártalmas, biztos, hogy emberi jogokat sért, biztos, hogy közegészségügyi károkat maximalizál, biztos, hogy kriminalizál. Ugye az össze nem rendezett addikciós politika az azt jelenti, amikor a három nagy területre, vagy még alá vehetünk most már magatartási függőségeket, egyebeket, ezekre nincsen egy egységes szemléletű megközelítés, az biztos, hogy egymás, vagy egyik szándékot, pozitív hatását biztosan megszünteti, gyengíti, vagy éppen ellenkezőjére fordítja. Abszolút forrás szerkezetű lesz, mint ahogy ezt be is mutattam. Az egyik oldalon bedobott baks is, a másik oldalon óriási kárértéket fog létrehozni. Éppen ezért fölösleges, káros és megváltoztatandónak kellene lennie,
ha normális világokban élhetünk. Hát igen, nem lehet együtt szervezni a kábítószeres világnapot és a Nemzeti Pálinka napot, ezt sikerült megcsinálni. Olyannyira, hogy a Nemzeti Pálinka nap, és van egy olyan, hogy Pálinka lovagrend. Nemzeti Pálinka lovagrend. A Nemzeti Pálinka lovagrend ezen a napon a Kossuth téren az autósok sofőrjeinek osztogatott pálinkát. Szóval tényleg, szóval, hogy annyira abszurd a jelenség, hogy de velünk él, és valahogy belünk domestikált abszurditása, ez teljesen jól meg vagyunk vele. Nem üvöltünk, nem jajongunk, hanem ez úgy velünk van. Az állam egyébként pontosan tudja, hogy mit kéne csinálni. Bocsánat, átlépegettem ezt? Nem? Jó. Az állam pontosan tudja, hogy mit kellene tennie, hiszen teszi, a dohányzással kapcsolatban például ezt teszi, felismeri, hogy ez egy nagyon ártalmas, egyéni és népegészségügyi szempontból egyaránt nagyon ártalmas olyan szerhasználat, amelynek jogát elvenni nem lehet, de lehetséges ártalmait minimalizálni kell, és erre feljogosított az állam. De ezt nem teszi sem az alkohollal, sem az illegális drogokkal, egyébként teljesen eltérő okokból. És akkor ez egy fontos mondás, hogy minden összetett problémára létezik egy egyszerű, tiszta és rossz válasz. És hát ezt a tiszta, egyszerű választ keresték ott többen is, és ilyen szimplifikált válaszok adódnak, de ezek általában mindig rosszak. Hadd menjünk tovább. Tehát, hogy ez a három terület most rendkívüli mértékben elkülönül egymástól, most még radikálisabban, mint korábban, de korábban is borzasztó volt, és rendkívül eltérő eszközöket használ, rendkívül eltérő fókuszokat használ, ezeknek a hatásai kioltják egymást, biztosan nem erősítik, hogyan is lehetne mondjuk egy rekreációs droghasználót avval preventálni, hogy milyen borzalmasan veszélyes a kábítószer, miközben otthon várja két alkoholista szülő. Egyszerűen lehetetlen jó, értelmes és hiteles információt adni, hogyha egyébként nem mondjuk ugyanezt az őt ténylegesen befolyásoló és adott esetben súlyos kábítószer használatra késztető szülői addikciókról. És hát emberi jogokból is igen megkérdőjelezhető. Ugye ez egy ilyen közpolitikai paradoxon, ez egy Marx, de nem XL, hanem KSL, és nagyon értelmes ember, és ő állított fel egy kutatási alapján egy ilyen paradigmát, hogy az ártalmak alapvetően két ponton csúcsosodnak ki, különböző okoknál fogva, vagy az illegális piacon, a különböző bűnözői kriminális gengszterizmus következtében, vagy a teljes legális támogatási struktúrában, mint például az alkoholizmus, vagy az alkohol esetében. És leginkább alul tarthatóak az ártalmak akkor, amikor egy szer, egy egyébként ártalmat is okozni képes szer használata kontroll alatt van. Állami kontroll alatt van, ami minőségkontrollt jelent, eladási kontrollt jelent és sok minden mást. De az az érdekesség, hogy a politika libidója eltérő okoknál fogva ezen a két ponton van, és nem a közepén. Az egyikkel ugye szimbolikusan lehet hasznokat szerezni, hogyha valamit jól megtiltunk, akkor azt fel tudjuk mutatni, mint a társam legális oldalának a szérét, a margóját, amin túl a mi értékeink már nem húzódhatnak. A másik oldalon pedig anyagi haszon van. Súlyos anyagi haszon van. Egészen, és a politika bele van mártva az alkoholba, de nyakig, szóval fulladozik is benne sokfajta módon. Most éppen ugye a trafik törvény kapcsán derült ki, hogy mennyire így van ez. Most még a dohányfüstben is egy kicsit furlang. És akkor itt van egy-két ilyen dolog. Ennek következtében például azt látjuk, hogy hogyan osztik meg a különböző európai országokban a kezelésbe vetteknek a szerhasználati mintázata, és Magyarországon az derül ki, ugye itt van Magyarország, hogy nem azok kerülnek kezelésbe, akiknek kellene. Nem azok, akik súlyos függőséget mutatnak fel, hanem azok, akiknek nem kellene, vagyis leginkább a kannabisz termékeket használok, és egyébként nem függő használok. Abban is van függő használati mintázat, de az a viszonylag kevés, hanem azok, akik nem. És miért nem? Előkerült részben büntetőigazságszolgáltatási okoknál fogva. Azért, mert akiket elkapnak, azoknak a legnagyobb része kannabisz használó. Feléjük nyilvánul meg a társadalom
erélye, szigora, de az elterelésen keresztül őket csatornázzák be teljesen fölöslegesen az egészségügyi rendszerbe, hiszen nincs velük egészségügyi probléma. De mégis fél évig bent tartjuk őket egy rendszerben, amelyikben alig van kapacitás, de azt legalább ebben töltjük fel, vagy kötjük le. Szemben mondjuk a másik oldalon lévő országokkal, azok kerülnek be a kezelésbe, akiknek dolguk bekerülni, akiknek súlyos egészségügyi problémáik vannak. Itt ez körülbelül ugyanez. A kanabisz ez a legnagyobb rész, hogy akik elterelés alatt vannak, azoknak majdnem 80%-a kanabisz használó, míg az elterelésen kívüli részben pedig természetesen nem ők vannak többségnél. Tehát menjünk tovább. Azt hiszem, hogy a drogfogyasztás mögött egyik legfontosabb oki tényező az az impulzuskontrollzavar, és az elhibázott drogpolitikák mögött is az impulzuskontrollzavar áll. Ez a politikai impulzuskontrollzavarja, egyszerűen nem tudja jól kezelni ezt a dolgokat, és mindig a saját értékei, saját érdekei mentén halad, és az adott esetben ilyen abszurditásokhoz is vezet. És ennek a következtében van ugye ez a helyzet, hogyha három nagy domént vesszük, akkor ugye az van, hogy van az minden, tehát az illegálisnak nevezett kábítószerek világában minden egyes tevékenység illegális. Tehát kriminalizált, tehát büntető törvénykönyvi tényállás. Bármit csinálunk egy illegális kábítószerrel, az tényállássá válik, tehát velünk kapcsolatban eljárás kezdeményezhető. Ezzel szemben az alkohol az egy alapvetően támogatott, majdnem minden tevékenységi formájában támogatott, például adópolitikai szempontból. A jövedéki adója csak szimbolikus, 10% körüli volt hosszú időn keresztül, még például a benzinnél 63%-ot jövedéki adó. De ugyanazok az érvekkel, tehát hogy mi a közösség számára, mit tudom én, környezetszennyezési okoknál fognak sokan kell tartani. A dohányzás pedig kontrollált, tehát... Most a kérdés az, hogy mi történik ezzel a hárommal. Ezek állna mozognak térben és időben, a politika mindig másképpen reagál rájuk, és az a kérdés, hogy valahogy közel kerülnek-e egymáshoz, ugye például a kanabisz levéllel kapcsolatos büntetőjogi szabályozás egyszer nem liberalizálódik, mert tényleg inkább dekriminalizálódik egy picit, aztán visszaszigorodik, és így tovább. És aztán ott van a harmadik, az alkoholpolitika, amelyik adott esetben szintén extrém mérvű legalizáció irányába megy el, mint például a pálinka törvénye. De a kérdés az, hogy lesz-e ebből valami fajta homogén addikciópolitika, mert különben nem fogunk elérni semmit az egyébkénti magyar társadalmat leginkább úgynevezett elkerülhető halálokként sanyargató addikciós helyzetekkel. Tehát, hogy ez a távolság minél nagyobb, ugye azt mondja, hogy a távolság a beavatkozások hatékonyságával és a jogbiztonságot fordítottan, a közköltségekkel pedig egyenesen arányos, minél nagyobb a távolság, annál kevésbé lesz hatékony a beavatkozás, és annál drágább lesz ez a dolog. Egyre nagyobb a vélemény, közösség egész Európában, de szerte a világban, hogy ez így nem fog menni tovább, vagy ha megy, akkor ebben meg tudunk ugyanúgy együtt érni, mint ezt az Alkotmánybíróság meg is állapította. Van számos országban ezt már megpróbálják együtt kezelni. Itt látunk erre példákat. A pluszok azt mutatják, hogy különböző ilyen addikciós doménekre vannak-e valamennyire egyeztetett politikák. Itt büszkén megint megmutathatjuk Magyarországot, hogy semmink nincsen, ami egyeztetve lenne, de legalább még politikáink sincsenek, például 25 éve nincsen alkoholpolitika, nem azért, mert nem a legnagyobb társadalmi probléma jelenleg. Nincsen ennél nagyobb, tehát nem létezik olyan veszélyesnek észlelt társadalmi jelenség, amely csak megközelíthetné is ennek a nagyságrendjét. 25 éve nem lehet. Ez lobby, ez érdekvilág, ami miatt nem lehet létrehozni. De számos alkoholpolitika született, én is benne voltam jó párban. Hát ennyire nincsen, de most már ez a kettő is elveszett. Most ez a két X sincsen, ez egy korábbi tábla, már nincsen drogpolitika sem, és nincsen népegészségügyi program sem most jelenleg. Az összerendezett addikciós politika viszont jogbiztonságot teremt, közegészségi javulást eredményez biztosan és bizonyítottan, emberi jogokat képviseli, jóval hatékonyabb lesz, ami ugye szűkös erőforrások esetén szintén etikai kötelezettsége a jó politikának, és hát értelmes lesz a forrásbiztosítás és felhasználás, és éppen ezért nagyon szükséges. De hát az a probléma, hogy van-e esély erre, vagy sem,
még Európában sem nagyon van, szerte a világban meg különösen is nincsen. Hát kommunikációs szinten van, mindenki erről beszél a politika világában, és igen, de facto megvalósítás szintjén viszont tényleg a zéróhoz korrelál ennek a valószínűsége. Úgyhogy köszönöm a figyelmet ezekkel a jó hírekkel, és mindenki csak felelősen addicionáljon. Köszönjük szépen az előadást, és még... Ha még egyetlen egy kérdésre lenne idő, akkor szeretném megkérdezni a hallgatóság soraiból, hogy van-e esetleg valakinek kérdése? Szeretném kérdezni, nagyon sok szó esett arról, hogy különböző szerekről nincs negatív hatás kiváltó dologra. És azt szeretném kérdezni, hogy nem tettelében arra, hogy mostanában viszonylag sok hatás van, részben egyébként illegálisan felé, hogy mondjuk a kanabisznak milyen orvosi felhasználási lehetőségében, hogy az LSD-ben a taszter felhájást hogyan gyógyíthatja, vagy hogy a különböző metamfetamin származékok szelidítetezziói különböző depressziós és pszichológiai problémákat hogyan kezelnek. Ilyen van Európában, nem kérdezem, hogy Magyarországon van erre valami terepés, de Európában van valami jel annak, hogy esetleg ezeket behozzák a mainstreambe is? Igen, ez magának az abszurdnak a része, hogy nem csupán elveszünk sokaktól valamit, ami egyébként fontos lenne számára, hiszen senki nem azért lesz drogfüggő, mert morálisan sérült ember, hanem azért, mert nem kapta meg a állapotának megfelelő terápiákat, és amelyekre ezeket a megfelelő, ezt találta megfelelő gyógymódnak. Hanem az is a probléma, hogy még a bizonyítottan hatékony orvosi eljárás, amelyik egyébként a 3 ENSZ egyezmény alapján lehetőséget jelentene, ezekre sem történnek kísérletek, illetve most ezt Magyarországon mondom, mert Európában azért van 7 ország, ahol például Mariana gyógyászati alkalmazása már működik. Tudjuk, hogy az Egyesült Államokban, amelyik egyébként a legszigorúbb drogpolitikai országok közé tartozik, ott is már 14 államban ez történhet. És hát számomra is ez egy nagy élmény volt, negatív élmény volt, amikor a drogpolitikai felelős voltam, oda jött hozzám egy ember, súlyos remegésekkel, borzalmas állapotban, szklerózis multiplexel, és azt kérdezte, miért veszitek el az egyetlen egy szert tőle? Miért kriminalizáltok engem, amikor még tudományosan is igazoltam az egyetlen szer, amelyik az állapotomat, az életminőségemet javíthatná? Nem tudtam jó választ adni rá. Valószínűleg ebbe az irányba azért a mainstream el fog menni, és ezt valamikor utánkövetéssel is fogjuk követni valamikor. De ugyanez igaz egyébként a többi szer. Teljesen nonsens az, hogy azt gondoljuk, hogy egy szer mindenestül elvetendő, tiltandó, mint ahogyan az is az, amikor egy gyógyszerről azt gondoljuk, hogy mindenestül használandó. A világ és a valóság ennél kicsit komplexebb. Köszönjük szépen a választ, nektek pedig köszönjük a figyelmet. A következő előadásunkra pedig szeretném felhívni a figyelmeteket, ez jövő hét hétfőn 29-én lesz, az ELTE BTK-n és Kötetlen kötelék címmel a házasságról hallhattok. Köszönjük a figyelmet!